a bölcsődék és a szociális otthon vezetőivel tárgyalt Barta Endre humán alpolgármester. A befejezett munkálatok után terepet rendeztek és fákat ültettek a Petőfi iskola előtt. Remek eredménnyel vettek részt az M3-as metró felújításához kapcsolódó rajzpályázaton a Vezlődi kápó növendékei. Március 8-án a nőnapot ünnepeltük itt Dunajvárosban is. Köszöntöm nézőinket, önök a DSTV híradóját látják. Ma is elhoztuk városunk legfontosabb híreit. Nemrég kinevezett intézmény vezetőket fogadott irodájában Barta Endre humán alpolgármester. Vidadóra a bölcsödék, míg Solymosi Bányai Bettina, a szociális otthon vezetői beszéltek a friss vezetői tapasztalataikról és az előttük álló feladatokról. Vidadóra és Solymosi Bányai Bettina is a tavalyi év őszén kezdték meg vezetői feladataikat. Barta Endre szerint fontos, hogy az intézményekkel, az intézmények vezetőivel folyamatos legyen a kapcsolattartás. Jelen esetben pedig az sem mellékes, hogy a két új vezető milyen tapasztalatokat gyűjtött az elmúlt hónapokban, milyen irányban haladnak az intézményeik, milyen terveik vannak. Amikor alpolgármester lettem, így láttam azt, hogy ugye nagyon fontosak a számok, nagyon fontosak azok a dolgok, amik körülvesznek minket, de azért ne felejtsük el, hogy mindig is húsvér emberekről beszélünk, akár minden területről, és tényleg nagyon nehéz olyan szemmel nézni, hogy ne az embereket lássuk, és azért fontos számomra az, hogy egy-egy feladat mögött, vagy egy-egy nehézség, vagy éppen egy jó dolog mellett, mi az az ember, aki ott van mögötte, és ezt próbálom így figyelni, ezt próbálom én is észrevenni, hiszen akkor vagyok egy jó vezető, hogyha nem csak feladatokat tudok kiosztani, hanem észreveszem azokat a dolgokat, amire én meg tudok jelenni segítőként. Ehhez fontos ez a folyamatos kapcsolattartás. Solymosi Bányai Bettina tavaly október 1-jével lett az ESZI intézmény vezetője. Elmondása szerint jól sikerült a vezetői beilleszkedése, de azt egy pillanatra sem feledi, hogy milyen felelősségteljes a munkájuk, bár inkább nevezzük hivatásnak, már csak azért is, mert 170 dolgozóért és több mint 200 ellátottért felel. Nagyon hálás vagyok a kollégáimnak, hogy mindenben segítségemre vannak és támogatnak, és a nehezebb napokon is ott vannak mellettem, és tanácsaikkal ellátnak. Továbbá a fenntartónak is köszönettel tartozom, mert amilyen kérdéseim vannak, sokszor én azt gondolom, hogy zöldfülüként is segítenek. Tehát, hogy mindenben a mellettünk vannak, támogatják az intézményünket. Én azt gondolom, hogy jó kapcsolatot ápolunk egymással. Vidadóra is néhány hónapja irányítja a Dunajvárosi bölcsödéket, amihez 5 intézmény tartozik közel 400 férőhelyjel. Vezetői munkája első percétől olyan háttér vette körbe, ami segítette a kezdő lépésekben, és ezért is köszönettel tartozik. Mindenféleképpen a kollégáimat erősítem, és egy bizalmi kapcsolatot ápolok velük, és mindenképpen velük szeretnék egy olyan közeget kialakítani és felállítani, hogy teljes mértékben megfeleljünk a szakmai elvárásoknak, a szülői elvárásoknak, és nyilván ugye a fenntartónak. Vannak projektjeink, amit most fogunk majd elindítani, illetve amit már úgymond megörököltünk. Ezen az úton megyünk, tehát mindenféleképpen a fejlesztéseket szeretnénk. Voltak ebben nehézségek, hiszen össze kellett két intézményt költöztetnünk, ugye a gazdasági válság miatt. Ebből is a pozitívumot hoztuk ki, hiszen össze tudtunk kovácsolni két olyan intézményt, és olyan zökkenőmentesen tudnak ők együttműködni, hogy tényleg a szülői visszajelzések is azt bizonyítják, hogy jól megoldottuk a feladatot, úgyhogy én nagyon büszke vagyok a dolgozókra és a vezetőkre egyaránt. Vidadóra elmondta még, hogy munkával teli jövő elé néznek, már csak azért is, mert már belátható időn belül megkezdődhet a Zengő-Bongó bölcsöde felújítása, ami természetesen nem kis kihívás jelent majd a munkában, ám nem lehetnek eléggé hálásak azért, hogy a Zengő-Bongó újjászületik majd. Az elmúlt időszakban a római városrész több pontján is végeztek kábelfektetéseket, amik a közlekedésben is okoztak fennakadásokat, de látható jelei is maradtak a munkálatoknak. Tegnap a Petőfi iskola környékén már a terepet rendezték, és új fákat is ültettek.
a jelenkor egyik legfontosabb elvárása, hogy minél gyorsabban, minél nagyobb adatmennyiséget elérhessünk a digitális világban. Ez ma már elengedhetetlen kelléke a munkánknak és a szórakozásnak egyaránt. Ehhez viszont szükséges a megfelelő adatátviteli minőség, akár egy új kábel formájában. A közelmúltban a római városrész több pontján is voltak kábelfektetések, amelyek után elengedhetetlen volt a megfelelő tereprendezés és a fák pótlása is. Szerdán délelőtt a Petőfi iskola közvetlen szomszédságában dolgoztak ezen. Most éppen azt szemléltem meg, ahogy itt a Petőfi Sándor általános iskolánál faültetés történt, hiszen itt a kábelfektetés miatt nem csak az utat kellett feltörni, hanem sajnos fákat is kellett kivágni, de természetesen megtörténik a pótlás, és azt gondolom, hogy a itt élők, illetve az idejárók is örömmel szemlélik azt, hogy végre valóban megfelelő környezetben érkezhetnek majd ide, és természetesen ez igaz a körzetnek a más területére is, hiszen ez a kábelfektetés nem csak itt történt, hanem itt volt ugye itt a Váci Mihály utcában is, az Erkel kertben, a Liszt-Ferenc kertben is, az Újvasmi úton, és mindenhol szigorúan figyeljük, hogy mindenhol megtörténjenek azok a munkálatok, hogy ne csak ugye itt a 21. századnak megfelelő minőségben érkezzenek majd a különböző szolgáltatások ezek az új kábeleken, hanem helyreálljon az a rend is, amit ez sajnos ez a gondot, sok gondot okozott ugye ez a területeken. A Petőfi iskola mellett már elrendezték a terepet, füvet vetettek, illetve a meglevő három kőrisfa mellé most négyet ültettek el. Remek eredménnyel vettek részt az M3-as metró felújításához kapcsolódó rajzpályázaton a Vezlődi Kápó Alapfokú Művészeti Iskola képzőművészeti ágának növendékei. A sok száz beérkezett alkotás közül a diákok egyéni és csoportos művekkel is sikereket arattak. Szép sikereket értek el a Vezlődi Kápó Alapfokú Művészeti Iskola növendékei az M3-as metró felújításához köthető rajzpályázaton a fővárosban. Az iskolából összesen négy pályaművet küldtek be, három egyéni és egy páros alkotással pályáztak. 2018 és 2020 után utoljára tavaly hirdették meg a diákok számára kiírt alkotópályázatot, a metróvonal felújításához kapcsolódva. A 2022-es kiírásban végül a négy vezlis pályázatból kettőt is díjazott a zsűri. Ez egy országos pályázat volt, az M3-as metró felújítás keretein belül hirdették meg, most harmadik alkalommal, ezen az utolsón vettünk mi részt négy pályamunkával, négyet küldtünk be, ebből három egyéni volt és egy páros. A kiállításra két munka került be, amiből az egyik helyezetet is érte, külön díjat vitt el az iskola. Kis Anna büszkén méltatta a növendékek munkáit, mind az egyéni, mind pedig a páros munka igazán színvonalas alkotásokat eredményezett. A külön díjas munkát Kántor Dorina nyerte, ő a több korosztály szerinti díjazás volt, és Dorci a középiskolás korosztályon belül versenyzett, úgymond, és ott nyerte meg. Külön díjat, a másik munka, a páros, ami bejutott, ők pedig igazából azt nyerték, hogy a kiállításra bejutottak. Annyit kell tudni, hogy több mint 500 pályamunka közül választották ki az ő munkáikat. A páros Tóth Luca és Kohán Levente volt, de ezen kívül Simos Szilvia és Szabó Emma vettek még részt a pályázaton. Az egyéni pályázók közül Kántor Dorina külön díjas lett, az alkotó folyamat és az eredmény apropóján igazán büszke az elért eredményre. A pályázók munkáit március 11-ig láthatják az érdeklődők a budapesti Deák 17 gyermek és ifjúsági művészeti galériában. Ugye az M3-as metróról kellett rajzolni, és ez a kategória, amit választottam, az hogy a legklasszabb állomás szerintem, és ezt próbáltam lerajzolni, és az eredeti ötletem az lett volna, hogy szerettem volna, hogyha az egész ilyen pokol témájú lenne csontvázakkal és az ilyen dolgokkal, de a tanárnő azt mondta, hogy legyen valami változás is, hogy azért ne csak erről szóljon a dolog, úgyhogy ezt figyelembe vettem, és így ezt szerint próbáltam dolgozni, és a helyezés, amit elértem, az első lettem a kategóriába, és külön díjat is kaptam.
Kohán Levente számára igazán különleges volt a közös munka, mint azt elmondta, az alkotó folyamat során Tóth Lucával folyamatosan együtt ötletelgettek, hogyan lehetne még jobb az elkészült mű. Hát ugye azt is megbeszéltük, hogy ilyen buborékokban legyenek a részek, hogy mondjuk az előcsarnok, ahol mondjuk lemész, vagy ott, ahol beszállsz a metróba, mind a ketten más színvilágot, meg ötletet raktunk bele, azért egy kicsit össze is beszéltünk. Aztán, amikor már kész lett a munka, akkor meg ugye kidészítettük a fekete A3-as lapot, azzal a színvilággal, amit a Luca tett az ő munkáiba, mert az mind a kettőnknek tetszett. Kis Anna az intézményben zajló színvonalas szakmai munka elismeréseként értékelte az elért eredményt, egyúttal pedig gratulált a pályázó diákoknak, s megköszönte a közös munka élményét. Két hónap üzemszünet után újra bolhapiacot rendeznek szombaton a volt Újtelepi iskolában. A korábban megszokott kora tavaszi menetrendnek megfelelően rendezik meg a naptári év első csomagtartó vásár és bolhapiac kincses vadászatát a Waldorf gimnázium, vagyis a volt Újtelepi iskola falai között március 11-én szombaton délelőtt. 9 órától már több mint 40 stand kincseiből válogathatnak a látogatók egészen 12 óráig. Régi hagyomány szerint március 8-án a hölgyeket köszöntjük a Nemzetközi Nőnap alkalmából. Tegnap nagyon sok hölgyet láthattunk az utcán úgy közlekedni, hogy már virág volt a kezükben, tehát a férfiak láthatóan tették a dolgukat. Városunkban a főposta előtt az MSZP Dunajvárosi Szervezetének aktivistái minden arra járó hölgyet megköszöntöttek. Azt azért nem mondhatjuk, hogy amióta világ a világ, március 8-án a nőket ünnepelnénk, hiszen hazánkban 1948 óta tartunk nőnapot. Bár az első március 8-hoz köthető esemény még ehhez képest is majd 100 évvel korábban történt New Yorkban, és egy női egyenjogúság érdekében egy tüntetéshez datálható. Ma már a nőnapot a világnapok között tartjuk számon, és talán sokkal inkább szól a szeretetről és a tiszteletről, mint sem a női jogokról. Bár e tekintetben is nyilván van még teendőnk. Március 8-án Dunajvárosban a főposta előtt találkoztunk láthatóan nagyobb szabású nőnapi köszöntéssel. Mert azt gondolom, hogy ez az ünnep, ez nem csak az ajándékozásról, a virágról szól, hanem az a tisztelet, amit ők nyújtanak számunkra. Azért, ha visszanézzünk a mozgalmunkba, akkor a nők kiharcolták maguknak az egyenjogúságot az egyéb más dolgok mellett, és azt gondolom, hogy igenis meg kell róluk emlékezni. Nem ajándékozni kell, hanem segíteni az ők munkájukat, mert azt gondolom, hogy nagyon fontos szerepet játszik az életünkben a nők. A nőnapi köszöntésekkor a hölgyek részéről gyakran elhangzik, hogy nagyon szerencsés lenne, ha nem csak egy nap kapnának figyelmet az esztendő során. És az is biztos, hogy számos a nőket ért erőszak ellen kell küzdenünk, és vannak feladataink közösen. Én azt gondolom, hogy egyre több figyelmet kapnak a nők, és az egyenjogúságuk szempontjából is. Nagyon sok szervezet dolgozik azért, hogy a nők egyenjogúságra egyre nagyobb legyen az országunkban is, de egész világon is. És azt gondolom, hogy mi férfiak azért most már egyre jobban odafigyelünk a nőkre, és segítünk otthon nekik, segítjük a családban, és segítünk mindenhol. Csak kérni kell és mondani kell, mit csináljunk, mi férfiak azt hiszem, hogy meg fogjuk ezt tenni. A főposta előtti március 8-ai akciót figyelve kivétel nélkül elmondható, hogy a hölgyek örültek a gesztusnak, örömmel fogadták a kedves szavakat és a szálvirágot. Hölgyeim, már egy nappal túl vagyunk a nőnapon, de ma is szeretettel gondolunk önökre. Köszönjük. Remek eredményekkel rukkoltak elő a dunajvárosi úszók. Veszprémben rendezték meg az úszók 9. medencés hosszú táv úszó országos bajnokságát a felnőtt és utánpótlás korosztály számára, ami öttünk hagyott hétvégén. A péntektől vasárnapig tartó viadalon a DKS-e több úszója is megmérette magát, és ahogy azt megszokhattuk tőlük, ismét szép eredményekkel örvendeztették meg az értük szorítókat. A leghosszabb 10 kilométeres távon két dunajvárosi úszó indult, és közülük Dort Máté az 5., míg Eszenyi Ábel a 9. helyen végzett.
7,5 kilométeres távon Kovácseres Hunor bizonyította, hogy nem csak nyílt vízen, hanem a medencében is verhetetlen, ugyanis junior világbajnokunk óriási fölénnyel csak nem 3 perccel előzte meg a második helyzetet, így teljesen megérdemelten örülhetett a bajnoki aranyéremnek. 3 kilométeren Nagy Péter az előkelő 7., Nagy Emma a 11. helyen zárta a viadalt, míg a DKSE úszók számára a legnépszerűbb 1500 méteres távon Kovácseres Hunor újabb aranyéremnek örülhetett. Gratulálunk! Munkatársaim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, várjuk Önöket legközelebb is. Viszontlátásra! Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében.